Srdečne vás pozdravujem. Sledujete mestskú televíziu v Moldave nad Bodvou a v nej pravidelný spravodajský súhrn. Prinesieme vám tie najaktuálnejšie informácie o dianí v meste. Vitajte. Aj uplynulý týždeň bol bohatý na udalosti. Pozrime sa na zopár z nich. Začal sa Európsky týždeň mobility. Záujemcovia môžu požiadať mesto o dotáciu. Na mestskom úrade vzniknú nové pracovné miesta. Pozrieme sa na detskú olympiádu a priblížime vám aj zoznamovaciu slávnosť škôlkarov. Sledujte nás a dozviete sa viac. V piatok 16. septembra sa začal Európsky týždeň mobility, ktorého hlavným cieľom je spopularizovať iné formy dopravy, ako je individuálna automobilová doprava. Európsky týždeň mobility na Slovensku organizuje Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s nadáciou Ecopolis. Aktivity v rámci kampane realizuje v našom meste Centrum voľného času Cvrček. 16. septembra si našim mestom zabehalo vyše 950 účastníkov behu pre každého, behu pre všetkých. Vyjadrili tak svoju radosť z pohybu a podporili myšlienku Európskeho týždňa mobility, pretože aj bežať je vhodné iba v zdravom a čistom ovzduší. Európsky týždeň mobility na tomto podujatí slávnostne otvoril primátor mesta Slavomír Borovský. K organizátorom veľkej rodine žiakov a pedagógov zo základnej školy na ulici Československej armády a Centru voľného času Cvrček sa pripojili žiaci a pedagógovia z gymnázia Štefana Mojzesa, z cirkevnej školy Šári Šalkaházy a deti z materskej školy na Krátkej ulici. Na otváracom ceremoniáli ukázali svoj talent Michal Bodnár a Matúš Sýkora, reprezentanti Slovenska v zápasení. Európsky týždeň mobility bude pokračovať ďalšími zaujímavými aktivitami. Aj tento rok môžu právnické a fyzické osoby požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Tieto nenávratné finančné prostriedky sú nasmerované do rôznych oblastí. Žiadosti možno adresovať do 17. októbra. Na poskytnutie dotácie sa vzťahujú určené podmienky. O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby. Právnické osoby, ktorým nie je zakladateľom mesta. Na našom území to je väčšinou, to sú občianske združenia alebo športové kluby. Poskytnuté finančné príspevky môžu byť nasmerované napríklad do oblasti športu, kultúry, vzdelávania, sociálnych vecí a cirkvi. Dotačný systém mesta sa zmenil. Ešte nemáme vyčlenené prostriedky v rámci rozpočtu, pretože práve preto sme menili celý dotačný systém, aby sme vedeli nastaviť rozpočet na základe žiadosti. Takže teraz je to obrátené tak, ako to bolo do predchádzajúceho roka. Organizácie môžu požiadať na kultúru, cestovný ruch, sociálne účely, na dotáciu maximálne vo výške 1000 eur na činnosť a 500 eur na nejakú konkrétnu akciu. Čiže každá jedna organizácia môže podať dve žiadosti. A na športovú oblasť môže požiadať jedna organizácia o dotáciu za 5000 eur a na konkrétnu akciu na 2000 eur. Každá organizácia môže podať tým pádom tiež aj športová organizácia dve žiadosti. Podmienkou je však, aby nám deklarovali 75%, vieme dotovať, a 25% spoluúčasť. Čiže každý musí aj mať peniaze na účte na to kofinancovanie alebo na dofinancovanie projektu. Každá jedna organizácia musí mať svoje IČO. S tým sme sa stretli, že boli dve organizácie, ktoré sme nemohli takýmto spôsobom v minulosti dotovať. Žiadosť sa podáva na samostatnom formulári. Záujemcovia si ho môžu vyzdvihnúť na ekonomickom oddelení mestského úradu. Postup, aký môžu požiadať záujemcovia o dotáciu, je uvedený vo všeobecne záväznom nariadení mesta s číslom 89. Formulár na podanie žiadosti je na webovej stránke mesta. Každý si tam môže pozrieť, vytlačiť, vyplniť. Tam sú uvedené tie dôležité body, ktoré potrebujeme, napríklad názov, presný názov štatutára, IČO, podrobný rozpočet. A prílohy, ktoré sa prikladajú k tejto žiadosti, sú tiež uvedené na konci toho formulára. Z rozpočtu sa môže poskytnúť dotácia aj na účely reprezentácie mesta z reprezentačného fondu. Okrem nej môže odmeniť úspešné osobnosti aj primátor z rezervného fondu. Mestský úrad v Moldave v najbližšej dobe zverejní niekoľko ponúk na voľné pracovné miesta. Nových ľudí plánuje zamestnať aj v spolupráci s úradom práce. Samospráva potrebuje odborníkov vo viacerých oblastiach.
Mestský úrad vyhlásil výberové konanie na pozíciu vedúceho odboru školstva. Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pedagogického smeru, 5-ročná prax v oblasti školstva. Predpokladaný termín nástupu je 2. november. Žiadosť s ostatnými dokumentmi je potrebné doručiť na mestský úrad do konca septembra. Bolo poddimenzované školstvo, čiže riadenie školstva, tak z tohto dôvodu suplujem zatiaľ prácu na úseku školstva. Ale snažíme sa nájsť odborníka, ktorý bude mať na starosti, čiže vedúceho odboru školstva, ktorý by zastrešil tak školský úrad, ako aj celé školstvo v Moldave. Máme 5 materských škôl, 3 veľké základné školy, máme CVČ a máme aj ZUŠku. Čiže tie problémy sú tam každodenné. Dosť bola táto oblasť v minulosti poddimenzovaná tak finančne, ako aj personálne. A naozaj celé leto som pracovala na interných pokynoch, smerniciach, ktoré by zjednotili systém chodu našich škôl. Takže snažíme sa sem dostať človeka, ktorý by vlastne túto oblasť mal pod patronátom. Mestský úrad bude potrebovať aj odborníka v stavebníctve na investičné oddelenie. Prijali sme kolegyňu, ktorá je kvalifikovaná, ale je zároveň kvalifikovaná aj pre stavebný úrad. Keďže nám odchádza kolegyňa na materskú dovolenku, takže bude kolegyňa z mesta presunutá na stavebný úrad, aby sme vedeli plynulo zabezpečiť chod stavebného úradu a na investičné oddelenie zatiaľ na dobu určitú. Mesto bude tiež potrebovať aj pracovníka na pomocné stavebné práce na oddelení správy budov, aby mohla byť naďalej plynulo zabezpečená oprava a rekonštrukcia stavieb v správe mesta. Začali sme s opravami bytoviek na ulici Novej, takže budeme hľadať stavbára. Takže budeme veľmi radi, keď sa nám podarí s obyvateľom Moldavy nájsť odborníkov. Snažíme sa využiť všetky programy, ktoré Úrad práce ponúka. Žiaľ, niektoré programy sú už vyčerpané, čo sa týka finančne, takže niečo budeme musieť zaplatiť aj z vlastných zdrojov, ale naozaj snažíme sa využívať programy, ktoré Úrad práce má. Mestský úrad má v súčasnosti spolu 46 zamestnancov. Mesto celkovo dáva prácu približne 100 zamestnancom. Patria k ním príslušníci mestskej polície, ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci materských škôl. Nasledujú krátke správy. Už niekoľko generácií detí zažilo atmosféru ojedinelej športovej olympiády v základnej škole na ulici Československej armády. 14. septembra sa uskutočnil už jej 26. ročník, ktorý sa v júni kvôli nepriazni počasia nemohol uskutočniť. Športový areál školy sa zaplnil 250 žiakmi 1. stupňa a vyše 120 z nich súťažilo v atletických disciplínach, v šprinte, vytrvalostnom behu, v hode kriketovou loptičkou, v skoku do diaľky a v štafetovom behu. Silné zážitky zažívali nielen pri slávnostnom nástupe, vstýčení vlajky, zapálení olympijského ohňa za tónou olympijskej hymny, ale aj pri sľube športovcov a počas vzájomných meraní si síl. Všetko v duchu olympijských tradícií a fair play hry. Cieľom detskej olympiády je rozvíjanie telesnej zdatnosti, rozvoj vytrvalosti, vôľových vlastností, čestnosti a schopnosti prijímať víťazstvo i prehru. V materskej škole na Hviezdoslavovej ulici sa v útorok 13. septembra uskutočnila milá slávnosť. Najstaršie deti predškoláci uviedli do cechu škôlkarského najmladších žiakov. Od tlačkom prstov do veľkej knihy potvrdili svoju príslušnosť k najmladšej triede materskej školy. Dneska sme uskutočnili zoznamovacie popoludnie. Je to vlastne akcia, kedy sme vlastne pasovali naše nové vlienky do našej veľkej škôlkarskej rodiny. Vlastne pasovali ich naši škôlkari, ktorí už chodia do škôlky. Pasovali sme 13 lienok. Neboli tu všetci zúčastnení, pretože nie každý sa chcel zúčastniť. Takže bolo to na dobrovoľnej účasti a je to taká milá udalosť, kedy sa noví rodičia spoznávajú s rodičmi, ktorí sú, čo už chodia do škôlky a takisto aj s deťmi. Čo robíte v škôlke? Hrajeme sa. Páči sa ti v škôlke? A čo sa ti páči najviac? Hračky.
Naučili ste sa už aj nejaké pesničky? Hej. Napríklad, ktorú pesničku? Kukulienka. Starší škôlkári pre najmladšie deti pripravili program v podobe pesničiek a riekaniek. Po milom programe nasledovalo pohostenie, na ktorom sa mali možnosť zoznámiť nielen deti, ale aj ich rodičia. Mestské kultúrne stredisko vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie Príbehy obyčajného šialenstva do štátneho divadla v Košiciach. Zájazd sa uskutoční 24. októbra. Odchod autobusu bude o 17:30. Cena lístka je 9 eur. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v kancelárii Mestského kultúrneho strediska a v infocentre. K dispozícii sú aj telefónne čísla. Scenár správ sa naplnil. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás aj na budúci týždeň. Dovidenia. Köszöntöm kedves nézőinket! A Szepsi Városi Televízió magyar nyelvű hírösszefoglalóját látják. Az elmúlt hét eseményeiből készült híreinkben beszámolunk az idei BAF-fesztiválról. Bodolóban kutyát mentettek. Megrendezték a Kárpáti Vándorprogramot. Oscar-díjas filmzenék szólaltak meg Buzitán a Kassai Állami Filharmónia tolmácsolásában. Maradjanak továbbra is velünk! A Hüvelyesek családjába tartozó Bab, Borsó és Lencse játszotta a főszerepet a szombati főzőversenyen. Idén 5. alkalommal rendezte meg a Városi Művelődési Központ a Bab Fesztivált, melynek az amfiteáter előtti tér adott otthont. A babot általában szereti a magyar ember, s a versenye benevezett csapatok száma is erről tanúskodott. A főzőversenyre benevezhetett bárki, magánszemély, közösség, baráti társaság, civil szervezetek, kultúrcsoportok. Egyedüli kitétel volt, hogy minden étel alapanyagául kellett, hogy szolgáljon valamelyik hüvelyes. A főzőversenyen 11 csapat mérte össze tudását a gasztronómia terén. Kiváló étkek születtek házi tarkababból, fehérbabból és a reformkonyha által egyre népszerűbb zöldbabból. A zsűri döntése alapján az idei babfesztivált a Felvidéki Farkasok Motoros Egyesülete nyerte zöldbabos disznóbelsőségekből készített pörköltjével. Az előkelő második helyet a Tornai Fekete Szemek csapata nyerte, a dobogó harmadik fokát a Bodollói Leveli Béka óvoda szerezte meg. A verseny jó hangulatban telt. A főzés alatti pillanatokat Harsányi Nikolasz akusztikus gitár és ének kíséretében színezte. Az ide látogatók hazai termelőktől vásárolhattak sajt, méz és bor különlegességeket, hústermékeket, mézes kalácsokat és egyedi kézzel készített ékszereket. A verseny értékelése után sokak örömére zenélt Jolly és Suzy, majd az Oldevils. Ahogy embertársainkért, úgy házi kedvenceinkért is felelősséggel tartozunk. Egy német juhász kutyát mentettek meg felelőtlen gazdájától Bodollóban. Sokan úgy tartják, hogy a német juhász kutyák a legintelligensebb kutyafajták közé tartoznak, de vidékünkön sajnos a legtöbbet bántalmazott kutyafajták közé is. A megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás együttműködésével sikerült egy régóta mostoha körülmények között tartott német juhász kutyát megmenteni felelőtlen gazdájától, aki a tűző napon fél méteres láncon tartotta kutyáját. Inni és enni is csak elvétve adott neki. A megmentett kutyának Szepsiben biztosítottak szállást addig, amíg szerető gazdára és otthonra nem talál. 50 és 25 kilométer tehettek meg azok, akik csatlakoztak a Kárpáti Vándor elnevezésű programhoz. A jótékonysági célból megrendezett vándorlást 7. éve rendezik. Szombaton hajnali 5 órakor indult Sószfürdőből az a több mint 100 önkéntes, akik részt vettek a Kárpáti Vándor elnevezésű jótékonysági programban. Az útvonal az Érchegységen keresztül vezetett, érintve a Kolysói havasokat, végállomása pedig a Kassai KVP lakótelepen volt. Minden résztvevő túrázó anyagilag is hozzájárult ahhoz, hogy a Kelet-Szlovákiát érintő programok valamelyike megvalósuljon. Buzita község önkormányzata a Kassai Állami Filharmónia közreműködésében Oscar-díjas filmzenékkel teli délutánra várta a nagy közönséget.
Az elmúlt héten szerdán a filmzenék szerelmesei igazán feltöltődhettek a Buzitai Kultúrházban. A Kassai Állami Filharmónia tolmácsolásában megszólalt a Love Story, a Keresztapa, a James Bond, a Farkasokkal táncoló, a Volt egyszered vagy nyugat és sok más Oscar-díjas film főcímdala. Sok szeretettel ajánljuk figyelmükbe az Adácsi Veritas Színpad Fiatalság Bolondság című zenés játékát, melyre október 1-én 18 órától kerül sor a Városi Művelődési Központ nagy termében. Mai adásunk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Reméljük, egy hét múlva is minket választanak. Addig is kellemes hetet kívánunk. Vigyázzanak egymásra. Viszontlátásra! Július 2. hetében a festői környezettel rendelkező Jászó községben megrendezték a 19. Mécs László Szabad Egyetemet. A tábor tavaly vette fel a papköltő nevét annak tiszteletére, hogy a költőt Jászón szentelték pappá. A rendezvény a hajdani ifjúsági és művelődési táborok hagyományait szeretné követni. Tartalmában egyszerre három nemzedék számára is ad művelődési és kikapcsolódási lehetőséget. Mi minden évben kiválasztunk egy fő irányvonalat, úgy, ahogy volt ez a Trianon és a Szabadkőművesség, majd az őstörténet, utána pedig következett egy nemzeti jövőkép. Ez éven adta magát az évforduló, 60 éve volt az 56-os szabadságharc és forradalom, és hát a fő irányvonal erre megy, de hát ahogy minden éven most is rengeteg olyan előadás van, ami nem kapcsolódik 56-hoz. Az idei tábor témája adott volt a szervezők számára, hisz 60. évfordulóját ünnepeljük idén az 1956-os magyar forradalomnak. Ennek emlékére több a témával kapcsolatos előadás is várta az ide látogatókat, mint Pópé Gyula és Pópé Árpád történészek, akik a felvidéki magyarok történetéről és 1956-ról tartottak előadást. Molnár Imre a magyar és lengyel viszonyokról 1956-ban, Takaró Mihály irodalomtörténész Vas Albert és Horthy Miklós életrajzába avatta be a nagy közönséget. Gál Sándor író a deportálásokról, Dunajszki Géza helytörténész a Pozsony-liget falusi tömeggyilkosságról, Albert Sándor az ipari egyik hőskoláról és a felvidéki iskolák helyzetéről beszélt. Visszatérő előadói is vannak a tábornak, mint Zombori Ottó csillagász és Batta György, szlovákiai magyar író, műfordító, publicista, aki a Magyar Szent Koronáról és annak üzenetéről tartott előadást. Ez az előadás nekem nagyon kedves volt és nagyon tetszett. Olyan ismereteket hallottam, amelyet bár számos előadást hallgatva már kellett volna tudnom, de mégis új volt, mégis teljesen újszerű volt, szívhez szóló volt ez az előadás. Tehát a Szent Koronáról nagyon sok ismeretet tudunk mi már, de itt egy teljesen új szemlélet és egy új hangulat, egy új gondolat közvetítése volt megtapasztalható. Még én életemben ilyen témájú előadást nem hallottam, de meglepetés számomra éppen maga az előadó, aki hitének teljes melegével őszintén meg tudja vallani Krisztusba vetett hitét, és éppen ez a tárgy, ami hát végeredményben csak egy élettelen tárgy, de aminek tényleg olyan kisugárzása van, hogy formálja az emberi életeket. És hát az előadónak a igyekezete az nagyszerűen érvényesült,
és nagyon hálásak vagyunk ezért az előadásért. A programok sorában számos filmvetítés is helyet kapott, mint 1956 egyik hőséről, Wittner Máriáról és személyes emlékeiről szóló film. A kassai főkonzulátus jóvoltából egy emlékkiállítás is várta a történelem iránt érdeklődőket, mely egy fájó eseményt, a gulág táborok és a kényszermunkákra elhurcoltak történetét mutatta be. Egy-két napra is mindig eljövök. Nagyon jó, és nagyon, nagyon tartalmas előadásokat hallunk. Az előadásokat egy-egy borkóstolóval és koncerttel frissítették fel a szervezők, hisz már is a tábornyitó műsorában fellépett Vadkert Imre, Zsabka Attila és Sipos Dávid, akik a Száj súlyom szárnyán című műsorukkal igazi koncerthangulatot varázsoltak a táborba. Mi egy bírből való vagyunk. A Sólyom szárnyán című műsor Attila megzenésített versei, jobb mondva Böröcki Mihály, Zsabka Attila közös szerzeménye, meg kormorándalok. Természetesen azt hozom én, a kormorándalokat, és hát egy nagy tisztelői vagyunk a régi nagyoknak, úgyhogy egy-két fonográfdal elhangzott, úgyhogy így ez volt ez a repertoár, és próbáljuk összerakni azért, hogy az identitást, tudatot erősítsük az emberekben. Merre felé vittétek ezt a produkciót széles kis hazánkban? Hát így a 4 év alatt nagyon sok helyre elvittük, idehaza is, persze szerintem idehaza játszottunk a legtöbbet, Magyarországon is megfordultunk már vele, és hát reméljük, hogy továbbra is folytatódik ez a sorozat, és bejárjuk vele akár az egész Kárpát-medencét, és hát a felvidéken nagyon szeretünk, bár annak már minden pontján ott voltunk szerintem. Templomok lázadása címmel tartott előadói estet a jászóvári premontrei apátság keresztelő Szent János templomában Dinnyés József, magyar zeneszerző, előadó művész. Radnóti Miklós magyar költő halálának 70. évfordulói alkalmából megzenésített versek és levéltöredékek szólaltak meg Zsabka Attila tolmácsolásában. Nagyon szerettem Radnóti költészetet, úgy éreztem, hogy meg kéne ezt próbálni. És hát olyannyira sikerült, hogy azóta is játszom, tehát a felvidék iskoláit körbejártam vele, és azóta is nagyon szeretem. Azóta CD-n is megjelent, és hát a tehetem azért mindenütt megpróbálom elénekelni, ha már alkalom nyílik rá, és nagyon örültem, hogy a jászói tábor vezetőjének ez eszébe jutott, hogy esetleg meg lehetne ismételni. Egyszer már elénekeltem, de akkor jól szerényebb nézős közönség előtt. És itt még azt szeretném hozzátenni, hogy azt láttam, legalábbis én úgy tapasztalom, nem tudom, ez minden évben így van-e, hogy az elején vannak többen, vagy mi történik, mert mindig más szakaszában jövünk a tábornak, de ugye az utóbbi években már úgy nézett ki, mintha kicsit kevesebben lennének, hogy valahogy épülne le a tábor, és most nekem az az érzése, hogy most újra, mintha felújult volna, mintha többen jönnének, és az nagy öröm, mert tényleg különleges atmoszférája van ennek a helynek itt, és ezeknek az embereknek, ennek a közösségnek mindig nagyon nagy öröm idejönni, és nagy kár volna érte, ha nem folytatódna. Családias jellegét évek hosszú sora óta őrzi a tábor, melynek jó példája, hogy nagyszülők és unokák együtt szórakoznak, művelődnek a táborban, kiki a maga korosztályával. A tábor része egy napközis bejáró tábor óvodásoknak és kisiskolásoknak. Nemezelés, gyöngyfűzés, origami és sok más érdekes foglalkozás várta a gyerekeket, akik Szepsiből, Tornáról, Csérből érkeztek ide. Mi ott készítünk itt? Hát van itt egy... van, aki tarisznyát, sőt, itt nagyjából mindenki tarisznyát készít. Tehát gyapjú az alapanyag. Igen, igen. És mi kell még hozzá, hogy elkészüljön az a tarisznya? Szappanos víz kell hozzá, meg ilyen színes gyapjú. És a folyamatot el tudod mondani, hogyan készül? Hát a labda a legkönnyebb. Egy ilyenből szappanos vízzel gyúrunk egy golyót, amit nem tudom meddig gyúrjunk, és utána jön mondjuk egy teljes zöld. Most így nem tudom, de bármilyet lehet csinálni. Tehát, hogy csinálsz egy alap, ebből egy golyó, aztán bármit tehetsz rá. Itt látom, már kész is van majdnem egy labdácska. Ezt így gyúrni kell, ugye? Ez már kész. Már megvan szárva. Milyen keménységűre kell? Hát ezek ilyen puha labda. És egy baj van, hogy nem pattog. Hát
hát ez... Mert keményebbre kellett volna gyúrni? Nem, nem. Az egyáltalán nem szokott pattogni. Az ott nem pattogó gólyom. Az attól függ, hogy miért akarunk csinálni. Igen, és ezen van egy fekete folt is, de attól függetlenül bármit lehet csinálni, még van itt csüveg is, meg van itt egy cica is, csak azt most nem tudom megmutatni, mert nem látom. Honnan érkeztél a táborba? Hát Veresegyházról. Tehát itt nyaralsz is, mondhatjuk. Igen. Hogy tetszik a táborban? Nagyon jó. Mit szeretsz itt a legjobban? Nemezelni. Nemezelni. Meg agyagózni. Igen. Én szeretek. Igen, hogyha igen, sokszor. Egy éves korom óta szoktunk ide járni. Egy ilyen madarat rajzolok. Mi lesz belőle? Egy kép. Kép. Igen. Honnan érkeztél a táborba? Csécsből érkeztem, és jó. Megkérdezhetjük, hogy mit készítettek, lányok? Igen. Na, mi készül itt? Terméskép. És hogyan készül a terméskép? Hogy realizálunk, amit akarunk csinálni, és utána meg teszünk a csíkra a ragasztót, és utána meg így megcsináljuk. Milyen terméseket használtok? Kukoricát, kukoricapor, babot, és borsót. Borst. Honnan érkeztetek a táborba? Szepsiből. Szepsiből. Igen. Láttatok már itt máskor is a táborban? Igen. És hogy érzitek itt? Jól. Jól. Kire, te is voltál? Igen. Én is. A 19. Mécs László Szabad Egyetem sikeresen zárult, annak ellenére, hogy többen választották a környéken megrendezett szintén nagyszabású magyar rendezvények valamelyikét. Ezt a tábor szervezői is nagy törésnek tartották. Talán intő példa kell, hogy legyen a jövőben a különféle rendezvények időpontbeli összehangolása.